Sziasztok, következő videóban mutatom a Terminator 2-t mutatnám be, ennek is a Blu-ray Steelbook változatát. Íme. Ez egy amerikai kiadást, még a Best Buy-ról szereztem be. Sajnos magyar vonatkozást nem tartalmaz, de legalább megvan Steelbookban. Ez egyébként a bővített változatot is tartalmazza. Nézzük meg, hogy hogy néz ki külön-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 
Remélem, hogy egyszer hazánkban is megjelenik, Steelbook változatban, a már nemrég kiadott új Terminátor 2 változattal, ami ugye elég jó 3D-s változat lett véleményem szerint, már aki látta moziban. Akkor nézzük a belső részét. Hát igen, ide nem raktak semmit. Nem is értem, ugye kicsit elég fapadosnak tűnik. Elég fapadosnak tűnik, és nem értem, hogyha egyszer kiadnak egy Steelbook változatot, akkor annak miért nem tudnak csinálni egy belső artworkot. Például itt van ez, az elemírtók, sima Blu-ray, ott van benne egy tök jó artwork. Hogy ezt miért nem lehet, hogyha már igényesebb embereknek Steelbook kell, akkor ide miért nem lehet berakni egy artworkot. Egyébként olvastam nemrég, hogy ezeket meg lehet mohinálni és szétszedni. Nyomtatni, háttérképet berakni, összerakni és kész van. Egyébként, ha már Terminátor 2, a Legendák klubja változat, amit én először megvettem itt Magyarországon, ez is kifejezetten szépre sikerült. Ugye hát sajnos csak DVD, nem Blu-ray, de nekem ez a kiadás nagyon tetszik. Nagyon szépen megcsinálták ahhoz képest, hogy Blu-ray. Rengeteg ugye extrával, eredeti szinkronnal, DTS hanggal. Ez még az egyike azoknak a kiadásoknak, amik nagyon jól sikerültek, bár itt sincs belső artwork, de legalább tartalmaz egy belső füzetet. Természetesen magyarul. Még ha jól látom, ez a kép került a külföldi Steelbook változat kiadására, amin ugye már a 3D-s kép is van. Egyébként a Legendák klubja sorozat szerintem elég szép DVD kiadásokat tartalmazott annó. Kár, hogy ez már megszűnt. Várjuk az új magyarországi megjelenést is Steelbookban. Ennyi ettem volna. Sziasztok!